A kifeszített szalag jelzi ünnepi pillanatokhoz érkezett Bátaszékváros 25 éves történetének első olyan beruházása, mely az önkormányzat nyertes pályázatával a gazdaság fejlesztését célozta. Az ipari park és benne az agrárlogisztikai központ külön-külön pályázati forrásból az Európai Unió támogatásával és a megyei önkormányzat finanszírozásában valósult meg. Az ipari park fejlesztésére 267, az agrárlogisztikai központra 550 millió forint vissza nem térintendő támogatást kapott Bátaszék. A város jövője szempontjából nagyon fontos, hiszen ezzel alapoztuk meg azt, hogy vállalkozások otthont találhassanak Bátaszéken, ezáltal munkalehetőségek jöhessenek még létre Bátaszéken, családok számára tudjunk megélhetést biztosítani, vagy tudjanak ők megélhetést biztosítani, és nem utolsó szempontból a várost gazdaságilag is megerősíteni, hiszen a működőképes vállalkozások vannak, azok gyakorlatilag akár az adó forintjaik befizetésével, akár a rendezvényeink, eseményeink támogatásával olyan feltételeket tudnak számunkra biztosítani, amely nagyon fontos egy 21. századi kisváros számára. A térség mezőgazdasági termelői számára a piaci jutás feltételeit szolgálja ez a hűtőház, és ezzel a helyben maradás feltételeit is megteremti, mondta Orbán Attila, a megyei közgyűlés alelnöke. Főleg fiatal gazdáknak szeretnénk a hasonló beruházásokkal segíteni, lehetőséget teremteni, hogy ők is tovább tudjanak lépni, és hát ne legyen semmiféle akadály abban, hogy majd az idő folyamán ők is ugyanolyan tehetségesek és erőteljes gazdaságokat tudjanak működtetni, mint az esetleges példaképeik. A szalag átvágása egy folyamat vége és egy újabb kezdete is egyben, hiszen már újabb betelepülő kezdi meg a beruházását az ipari parkban. Orbán Attila azt mondta, a következő pénzügyi ciklusban is támogatni kívánja a megye a hasonló gazdaságfejlesztési elképzeléseket.